immáron hetedik alkalommal került megrendezésre a Rákosmenti Kórus találkozó, melynek ezúttal is a Gregor József Általános Iskola adott otthont. A résztvevőket Molnár Anna, intézményvezető köszöntötte. Az esemény, melyet az elmúlt 3 évben a koronavírus járvány miatt nem tudtak megszervezni, most számos fellépővel bővült, és az eddiginél is nagyobb érdeklődésnek örvendett. Dávid Krisztina karnagy, a kórus találkozó főszervezője rámutatott, céljuk, hogy minél több gyermekkel megszerettessék a zenét, ami kultúrákon átívelve teremt közösségeket. A rendezvény népszerűségét jól példázza, hogy egyre több énekkar csatlakozik a 2 évente megvalósuló találkozóhoz. Nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy a 2 évente megrendezendő kórus találkozónknak vannak állandó szereplői, tehát a körösi kórusai azóta is minden évben vendégeink, és szerencsére bővül a kör, és nagyon örülünk annak, hogy itt a 3 éves kényszerű hallgatás után hatalmas lelkesedéssel jelentkeztek a kórusok az idén is a találkozónkra, és olyannyira, hogy a kórusok létszáma is megnőtt, így aztán kinőttük a tornatermet is, mert hogy a kórus találkozónak a lényege az, hogy egymást hallgatják a kórusok, de az idén a Gregor kórusai nem férnek be a tornaterembe, úgyhogy ők kívülről fognak vonulni, de énekelni fognak természetesen a kórusaink, de sajnos közönségként csak egy részük élvezheti a mai hangulatot és a kórus találkozónak a szépségét. A már hagyománynak számító zenei programon ezúttal a 17. kerületi Gregor József Általános Iskola mellett 6 oktatási intézmény 9 kórusa mutatkozott be. Rákos mentén több tanintézetnek van saját énekkara, akik rendszeres fellépői ezeknek az összejöveteleknek, de idén a 10. kerületi Szent László Általános Iskolából, illetve a házigazda intézmény testvériskolájából, a szegedi Gregor József Általános Iskolából is érkeztek diákok. Az esemény fővédnöke, dr. Bakos András alpolgármester kiemelte, fontos a gyermekek fejlődésének és tanulmányainak támogatása, legyen szó akár a sportról, akár a zenetanulásról. Ez egy olyan közösségépítő dolog, ami a sporthoz hasonlóan átlépi a határokat, átlépi azokat a határokat, amiket a hozott értékek képviselnek. Lehet, hogy ezek az értékek mások az egyik családban, mások a másik családban, de a zenek nyelvén egy közösségre tudnak lépni ebbe, és úgy gondolom, hogy fontos, hogy az ilyen típusú tevékenységet is támogassuk. Színes repertoárt hallhatott a közönség, ugyanis mind magyar, mind külföldi zeneszerzők műveiből készültek összeállítások. A szervezők elmondták, minden ilyen alkalom kiváló lehetőség arra, hogy a kórusok számot adjanak egymásnak aktuális tudásukról, illetve közösen örömzenéljenek.